Folyamatosan emelkedik az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az országban. A harmadik héten több mint 38 ezeren tapasztaltak influenza gyanús panaszokat. A tipikus tünetek hirtelen magas láz, fej és végtagfájdalom, torokfájás és köhögés. Megszaporodtak az elmúlt hetekben a betegségek, a lázzal járó betegségek a gyerekrendelőkben is. Megtámadhatja a kicsiktől a nagyok, nagyok, nagy gyerekekig, a felnőttekig és az idősebb korosztályt is úgy szintén. Ez a betegség, ez a vírusos fertőzés, az influenza 3-4 napig akár 39-40 fokos lázzal járhat tudni kell, hogy igazi gyógyszer sajnos nincs rá. Lássilapítót kell adni, tüneti terápiát kell alkalmazni. A legfontosabb a tüneti kezelés, lássilapítás, pihenés. Az antibiotikumok csak a bakteriális fertőzések ellen hatékonyak, de az influenza vírus okozta betegség, így az antibiotikumok nincsenek rá hatással. Annak örüljünk, hogyha olyan betegségünk van, vírusfertőzés, amire nem kell antibiotikumot adni, mert sajnos a kórokozók, és ez a baktériumokra vonatkozik, mert az antibiotikum csak a baktériumokra hat. Fertőzések, léguti fertőzések 90%-át vírusok okozzák, arra hiába írunk antibiotikumot, semmi értelme. Tehát ne követeljük ki az antibiotikumot az illető orvostól, még hogyha két-három napja lázas is az a gyermek, az orvos hadd dönts el, hogy kell antibiotikum, vagy nem kell antibiotikum. A fertőzés megelőzésének egyetlen módja az időben beadott védőoltás. a vakcinát érdemes még a járványt megelőzően beadatni, viszont ha valaki most szeretné beoltat magát, akkor nem garantált a teljes biztonság. Legjobb védekezés lenne a védőoltás. A védőoltást azonban a legcélszerűbb október-november hónapban beadni, még a decemberben sem késő a tapasztalatok alapján. Most is lehet próbálkozni még vele, de lehet, hogy már nem lesz eredménye, mert benne vagyunk a szezonban, de a védőoltásnak káros hatása nincs. Tehát azt tudni kell, és ez nem csak az influenzára vonatkozik, hanem egyéb más védőoltásokra is, hogy a védőoltások a 20 21. század legfontosabb vívmányai, és igenis ezeket alkalmazni kell. Ha magunkon vagy gyermekünknél az influenza bármely tünetét észlejük, kerüljük a közösséget, mert könnyen megfertőzhetjük a környezetünkben tartózkodókat, erre hívja fel a figyelmet a szakember. Hogyha gyermekünk beteg, vagy valamilyen tüneteket észlelünk rá. Tehát előző nap hőemelkedése volt, vagy láza volt, akkor véletlenül sem szabad elküldeni az iskolába, mert a többi gyereket megfertőzi, és gyakorlatilag így terjednek a betegségek. Sajnos tegnap is találkoztam olyan gyerekkel az iskolába, aki lázas volt az előző napokban a hétvégén, és mégis elküldték az iskolába. Nem szabad. Tehát az a gyerek még nem tökéletes, és megfertőzzük a többieket. A megbetegedés elkerülése érdekében fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket. Az immunerősítés egyik alapja a vitamindús táplálkozás és a rendszeres testmozgás. Ha nincs szövődmény, egy héten belül várható a gyógyulás.